A Parhantan és Nagymányokon is megtartották az idősek napját. Mindkét településen sokan gyűltek össze az eseményre. A Parhantan Dávid Tímea, a község polgármestere kedveskedett szórakoztató közös műsorával, Fausz Jánosné Mónikával. Nagyon örülünk, mert egyre többen jönnek el erre a rendezvényre. Megvendégeljük egy vacsorával az időseket, illetve kulturális műsorokat adunk. Jellemzően a környék dalköreit szoktuk meghívni. Az idei évben pedig egy kis kabaréval is kedveskedtünk a vendégeinknek. Itt Fausz Jánosné Mónikával már évek óta betanulunk egy-egy kabaré jelenetet, ezt mindig frissítjük évről évre, és ezzel is szórakoztatjuk a vendégeinket. Az idősek nagy örömmel vettek részt az eseményen. Szeretettel fogadtuk az önkormányzat meghívását, és szívesen, és örömmel eljöttünk, hogy részesei lehessünk ennek a szép ünnepségnek. Az Aparhanti idősek napja után ellátogattunk Nagymányokra is, ahol szintén az időseket ünnepelték. Emellett a nagymányoki nyugdíjasok is előadták műsorukat, illetve az iskolások is kedveskedtek az időseknek egy műsorszámmal. Majd az időseket a programok végén megvendégeli az önkormányzat egy kis szendvicssel, süteményekkel, ennivalóval. A szépkorúak itt is remekül érezték magukat. Nagyon örülünk annak, hogy mi nyugdíjasok vagyunk, és még valamilyen szinten úgy érezzük, hogy ilyenkor megbecsülnek és gondolnak ránk, és ez nagyon jó érzés, és nagyon jó dolog. Az idősek világnapja kiváló alkalom arra, hogy felhívja a figyelmet, mennyire fontos megbecsülni a szépkorúakat. Legyünk hálásak mindenért, amit az idősebb generáció át tud adni számunkra.